A szemerkélő esőben mintegy 800 néző volt kíváncsi a két csapat mérkőzésére, amely mindkét településen az év meccsének számít. Az első félidőben nem született gól, és bár az Ibrány birtokolta többet a labdát, a nagyhalász helyzetei voltak veszélyesebbek. A második játékrészben is derekasan gyűrték egymást a csapatok, a jég a 69. percben tört meg, Kis Tamás szerzett vezetést a hazaiaknak. A három pont sorsa a 90. percben dőlt el, amikor Somogyi Tibor lőtt óriási gólt Gagyi kapujába. Mi próbáltunk játszani, az ellenfél is nagyon markánsan részt vett a mérkőzésben, jóval erősebb volt, mint a tavalyi szezonban, úgyhogy ez egy nagyon nehéz meccs volt, nehéz meccsre számítottunk. Hogy mi döntött a javunkra? Hát az, hogy az ellenfél kihagyott egy óriási helyzetet, utána mi megszereztük a vezetést, ennyi döntött a mi javunkra. Nagyhalászba a téli szünetben 15 új játékos érkezett, és Opre Mihály kezébe került a szakmai munka irányítása. Az edző szerint a kihagyott helyzetek miatt nem szereztek pontot. Tudtuk, hogy milyen csapathoz jövünk játszani, egy nagyon felkészült, egy nagyon együtt lévő csapat. Nyilván jobban játszottak, többet birtokolták helyenként a labdát, de viszont a helyzeteink nekünk voltak a nagyok az első fél időben, és azt nem tudtuk berúgni. A második fél időben is 1-0 előtt nekünk volt helyzetünk, amit nulláról illet volna berúgni, nem sikerült, kaptunk egy szerencsés ellenfél szemgólt, utána rúgtak egy nagy gólt, én gondolom megjelentre nyert az Ibrány, és gondolom itt megnyeri a bajnosát, és csak gratulálhatunk nekik az eredményhez is, meg a bajnoki címhez is. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Nagyecsed 0-3, Tuzsér Tiszavasvári 1-0, Tiszalöknyi Gyulaj 1-12, Gyulaháza Kemecse 0-0, Fehérgyarmat Tiszakanyár 1-3, Sényű Baktalórendháza 2-2 és Szakoly Mándok 0-2. A tabella élén az Ibrányán 41 ponttal, megelőzve a 35 pontos Nagyecsedet és a 33 pontos Sényűt.